Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, üdvözlöm Önöket! Köszönöm szépen a lehetőséget, kiváló közönségem van, és föl kell húznom itt magam, hogy még inspiratív legyek. Ennek az előadásnak egyik verzióját két vagy három héttel ezelőtt a Danubius vállalattal hallották, ez egy nagy szállodacég, annak a vezérkarának kellett elmondanom, képzeljék el, hat főnök, a teljes vezérkar, és azért mi van Győrben. Két és fél órás beszélgetést folytattunk, és nagyon érdekes volt, hogy a menedzserek, a vállalatvezetők, ugye egy ilyen nagy vállalati rendszernek a vezetői, miként érdeklődnek egy város jövője iránt, és hogyan gondolják a befektetési relációkat. Nos, úgy látszik, a város iránt az érdeklődés nagy. Érdeklődés nagy abból a szempontból is, hogy valójában Győr a magyar modernizációnak egyik sikeres története. Egy sikeres történet. Tehát Győr arról szól az elmúlt 30 évben, és ez az egyik fontos konklúzió, ez egy sikeres város volt. Itt a város működött. Ez a városnak a mechanizmusai mentek, haladtak nagyon sok konfliktussal, nagyon sok vitával, nagyon sok ellenállással, de mentek, és haladtak, és ma is halad. És hát valójában ennek a haladásnak a tényezőit, az okait próbáljuk meg rendszerezni. Volt egy szerencsés kutatásunk, ez a Győri Járműipari Körzet, valami Otka, nem tudom, micsoda, nem Otka volt, hanem valami EFOP, vagy ezeket nem ismerem, nekem kutatnom kell, nem adminisztrálni. És ebben a kutatás keretében feldolgoztuk a várost, és elég nagy adatbázissal, nagy mintával tudtunk dolgozni, végig tudtuk követni a város fejlődési szakaszait, egyáltalán kerestük ennek a városnak a titkait. Na most, az volt a vége ennek, hogy valójában tudunk-e egy ilyen győri modellt felállítani, valójában mit üzenhetünk majd más városoknak, más együttműködő partnereknek esetleg, mit üzenhetünk az országnak, és hát mit üzenhetünk persze Európának. Nagyon egyszerű hipotézisből indultunk ki, azt mondtuk, hogy valójában egy városi rendszer, ez a területi tőkeelmélet, a Kamányi professzor egy 15 éve, 20 éve ezzel foglalkozik, engem is nagyon megfogott, hogy azt mondta, hogy minden egyes hely tőketartományok rendszere, ezek a tőkék egymásra hatnak, és ezek a tőkék egymást generálják. Kész, ennyi az egésznek a trükkje, ezeket a tőketartalmakat kell kitalálni, kibogarászni, és megtalálni a közös pontokat, megtalálni a szinergiákat, és hát akkor létrejön egy fejlődési szakasz, folyamatosan elindul egy innovációs mechanizmus, épp ezeknek a tőketartalmaknak a találkozási pontjába, a generáló pontjába. És ezt hívtuk mi ugye innovációs kehelynek, ezt az innovációs kehelyt kell végig gondolni egy város esetében, és megtalálni azt, hogy ebbe a jövő elemeket hogyan lehet beépíteni. No, ehhez én a kutatásaim során, illetve hát a tímünk feldolgozta Győr fejlődési szakaszait. Erről röviden azért szólok, azért, mert nagyon izgalmas, hogy milyen kontinuitás van a városfejlődésben, mert nem lehet azt mondani, hogy most beesek és hónapi kreatív város leszek, akkor leszek kreatív város, hogyha meg tudom találni azokat az elemrendszereket, amelyek ezt a kreativitást, vagy éppen az ipari potenciált erősítik, nyomják, fejlesztik. Van kidolgoztunk egy szisztémát, hogy milyen alapon érdemes egy-egy városnak a történelmi távlatai tereit vizsgálni, és abba próbáltuk megnézni azokat az elemeket, és ez izgatott engem döntően, amik az innovációt előrehozták, elindították abban a történelmi korban, és ezek között van-e valami kontinuitás, van-e valami folytonosság, van-e valami egymásra épülés. Egyházi piaci központ, 1271-ben Győr megkapja a szabadkirályi városi jogot, ez a szabadkirályi városi jog 1447-ig tart, utána egyházi püspöki fennhatóság alá kerül a város, és ennek az időszaknak az izgalma, az áramegállító jog az, hogy az áramlás Európa felé Győrbe volt egyfajta jogosítvány arra, hogy megszűrje a tevékenységeket,
És valójában elindul a kereskedelem, elindul az információgyűjtés. Nagyon izgalmas ennek a korszaknak a történetéből egy momentum, hogy 1441-ben 21 győri diák tanult akkori Bécs, úgynevezett Bécsi Egyetemen, hát az két szoba volt, ugye Bécsbe, és ott a mindenféle tanulmányokat tettek, de már 21 diák elment, tehát elküldte a városi polgár, ugye Bécsbe, és már ott Bécsbe információkat gyűjtött, információt szedett, ami aztán hazajött, valami nem jött, soha többet, de valójában elindult egy ilyen rendszer, és ennek a folytonossága az, hogy az egyházi központ, a városmag, és egyáltalán folyamatos küzdelem a fönnmaradásért, a környezetért. Ennek az időszaknak az emléke között kell megemlíteni a Szent László Hermát, ugye a magyar ötvösségnek a zseniális alkotását. Csoda! Oda kell menni, megnézni ugye a Hédervári kápolnába, és akkor az ember azt mondja, hogy csoda, és ugye itt a egyetememen, ennek alapján, amikor ezt restaurálták, és szétszették, bontották, és ugye a koponyadarabokat elemezték, abból tudták most 3D-s nyomtatóval csinálni egy fejet. Ugye a kontinuitás, a rendszernek a folytonosság, ezt ők se gondolták, hogy ez kontinuitás, de ez igenis az, mert valójában a történelmi érték, a tradíció megmarad. Katonavárostól a barokkvárosig, nagy korszak, törökök, hölgyeim és uraim, zsoldosok, céhesipar, irdatlan erős katonai objektum. Nem igaz, hogy Európa védőbástyája volt Győr, ezt csak ilyen kitalálták a győri népek, nem volt Európa védőbástyája, de a győri bástya, a győri vár egy rendkívül komoly építészeti alkotás volt, hogy a füles bástyák rendszere alapján épült föl, itt van. Láthatók, ugye a védelmi vonalakat ezt a legracionalizáltabban tudták megoldani. Ez egy olasz építészeti kultúra, jöttek ide az olaszok, jöttek a zsoldosok, jöttek a holland zsoldosok, a német zsoldosok, a spanyol zsoldosok, vannak ebbe a várba, hozzák a más ismereteket, kultúrákat, építészeti kultúrát. Ott maradnak például egy csomó olasz építész, és Győr, 8 toszkán udvar van. Nem is gondolná az ember. Ugye sétálok a kutyával, és bebenézek egy-egy gyönyörű toszkán udvarba, ami hát nem éppen a legjobb állapotban van, de van közöttük csoda. És hát nem akarom végigmondani ezt az egész korszakot, ez egy nagy történeti korszak a városnak, de a zárása az, hogy a Mária szobor, az főtéren, ami a barokk szobrászatnak egy remeke, ugye tisztelgés Buda felszabadulásának, egyáltalán a török aloli felszabadulás, felszabadul a polgár, ugye, és egy fantasztikus építményt tesz, ugye jelezve azt, hogy ez a polgár erős, gazdag, építeni akarja a városát. És akkor megyünk tovább a polgárváros története, itt szintén a céhesipar, a céhes kultúra a 18. században. Érdekes, ez a most készült Győrváros monográfiája, már olyan szinten van Győr, képzeljük, 5 kötetes monográfia készül a város történetről. Én vagyok az a szörnyű szerkesztő, aki 1945 és 2016 közötti időszakot kapta, meg el tudják képzelni, ott van a legtöbb vita, nem? Ott van, mert ott még élnek, meg ott még vannak, meg sokat szenvedünk vele, de talán elkészül, de a többi a történész kollégák, kiválóak, a Történettudományi Intézetből régészek, tényleg egy fantasztikus anyag lesz szerintem, és nagyon várjuk, hogy elkészüljön ez a csodálatos munka. És azért jegyeztem meg ezt, mert a 18. század érdekes módon a szerkesztőbizottság állandóan és a feldolgozatlan. Tehát nem foglalkoztak a 18. század győrével. Foglalkoztak a török idővel, és nem foglalkoztak a 18. század. 19. századtól ugye kiváló munkák születtek erről a városról, de ez kimaradt, és érdekes módon kimaradt, de olyan rendszerek jelennek meg, ami például az oktatásban, a képzésben jelen van, vagy a káptalan domb felújítása, megújítása, tehát valójában a városi terek megújítása történik meg. Büszkén és féltékenyen jártam itten a kisasszony, nagyon kedves volt, megmutatta ezeket a gyönyörű épületeket, gratulálok hozzá polgármester úrnak is, hogy ezt támogatják, fantasztikus, ez tényleg fantasztikus, és ez csoda, ugye, csoda. És Győrben épp a barokk építészet az, ami a mi csodánk, ugye, ami egyik csodánk,
itt van a zárt erké, ez az én házam erkére, büszkén mondom, tehát az én házam erké, ez a zárt erké, a fotó nem valami jó, de ott van. És ez a zárt erké egy kultúrát közvetített, ugye a 18. század végén, 19. században a polgárasszonyok ugye három utcára rá tudtak nézni. Nem kellett lemenni, hanem kinéztek az ablakon, és látták, hogy fogyik a nyüzsgés, a piacon mi van, ki hova megy, kivel sétál. Egyfajta polgári attitűd, és érdekes módon tovább él a városba ez az árterkély rendszer, ugye az új épületeknél is, föl-föl bukkan, megjelenik, mondom az építész barátaimnak, zárterkélyeket adjatok a városnak, ne ezeket a randa posztmodern vagy poszt-posztmodern szörnyűségeket, tegyetek be zárt, mert ez a város karakter, a város világa, a város értéke, nem beszél arra, hogy milyen kalandot ülni és egy jót olvasni egy ilyen zárt erkélyes térbe. Itt a Kármelita kolostor, a Kármelita rendnek ugye egyik komoly objektuma, ami szintén városformáló erővé válik. Mindig elmondom a történetet, de itt is elmondom, mert nagyon szeretem. Napóleon, a császár megérkezik Győrbe 1809. augusztus 8-án. Délutájon 2 órakor egy kicsit lepihen, a győri polgárok rendkívül módon izgatottak voltak, hogy a császár fogadja őket. Természetesen senkit nem fogadott, majd felkelt, beült a kocsiába, odarendelte a kocsit, körbe ment a városba 4 órán keresztül az utász tábornokaival, és megmondta, hogy mit kell felrobbantani Győrben. És felrobbantotta, novemberig ott voltak a francia utászok, és mindent felrobbantottak, minden bástyát. Nagyon jól tették, ezzel indították el a modern Győrt. Nagyon jól tették, a császár zseniális volt, azt mondta, ne legyen már egy ilyen védőközpont, és a császár már látta előre a sikeres 19. századot. Fantasztikus volt. Utána a császár, a győri polgárok akartak rendelni egy nagy bankettot a császárnak, mondta, hogy ő nem bankettol, itt el magukkal. 4 órakor felkelt reggel, és Moson-Magyaróvár felé elhagyta az országot. Na, amikor jönnek a francia barátaim, mutatom a házat Győrbe, úgy hívják Napóleon ház, rendkívül büszkék arra, hogy itt volt a császár, és mondta, hogy hát ez csodálatos, hogy ilyen messze eljött. Hát mondom, elment még távolabb is, de hát ez egy másik történet, az nem Győrhöz kötődik. Nos, erről szó. Ez az időszak csoda. A győri csodának a története, hölgyeim és uraim. Itt minden megtörténik, elkezdődik a bástya döntés, persze hát a robbantások azok csak arra voltak jó, hogy hadászatilag megsemmisüljenek. 4 millió téglát szedtek ki a várfalakból. Ez a 4 millió tégla volt az építőanyag a városépítéshez, ugye? 4 millió tégla. Ebből elkezdték építeni a modern Győrt. Elkezdődik ennek az időszaknak fontos és meghatározó eseménye valójában a vasúthálózat kiépülése, bár a győri polgár polmeister volt, és nem nagyon akart ugye a vasútba befektetni, de aztán végül rájött, és már majdnem elkerült egy győrt a bécsi vasút, akkor hirtelen eszükbe jutott, hogy ezzel dolgozni kell, de elkezdődött egy új lokál patrióta elitnek a kiépülése, elkezdődik a győri polgárnak a nyitása. Ugye itt a gabonaszállítás a Rábaparton, egy gabona átrakodó központ lett Győr, nem Budapest, Budapest földolgozta. Oda jött a gabona, malom ledarálták, lisztet csináltak, és a lisztet vitték tovább. Győrbe csak megjött a gabona, és átrakták, ugye a vízre átrakták a vagonokba, nem tudták feldolgozni. Ez egy óriási dilemma, és ezért marad le Győr, ugye, Pest-Budától, majd Budapesttől. És hát itt van a káprázatos városháza, ugye a győri polgár hivalkodó jelenléte, nézzék meg, nem? A nagy toronnyal, a hatalmas épülettel, 1896-ban egy ekkora épületet építettek maguknak. Itt éltek a győri polgárok, itt volt az én nagyapám is, kérem szépen, az én nagyapám a győri törvényhatóságnál volt, nagy pozíció volt a nagypapának, mégpedig a csatorna árszabályozási bizottság elnöke volt. Nagyon fontos ember volt, a csatornázás rendszerét ő mondta meg, és ő építette, és ő szervezte 25 éven keresztül. Nagyon büszke vagyok nagyapámra, hogy ilyen komoly munkát végzett a városban. Ha csatornát látok, gondolok rá. Ha nem, akkor is. Az 5. szakasz, ez pedig az ipari város, az ipari központ. 1896 egy nagyon fontos év, a magyar vagon és gépgyár megalakulása.
félelmetes figurák voltak ezek, két győri ügyvéd, három bécsi befektető, odahozta a pénzt, és a város 35 hektár területet adott a vagongyárnak. 35, hát a nagy terület, 35 hektár területet adott, ingyen és bérmentve a vagongyárnak, és a vagongyár már a második évben az ezredik tehervagont előállította. A második évben az ezredik tehervagont, hát ezek nagyon egyszerű vagonok voltak, az öntvényekre ugye fölrakták a deszkát, aztán a dobozt és kész, de már elkezdődött, 300 emberrel indult a termelés, és folyamatosan felfut. Ez az időszak is egy nagy izgalom, egészen 48-ig, ugye az államosítások korszakáig. A másik izgalmas történet ennek az időszaknak a vagongyár mellett a textilipar, a textilgyártás, hiszen a győri gazdaságban 13-ban megépül az ágyúgyár. Az ágyúgyár a Skoda művek, akkor ugye csehországi Skoda művek, nagyon magas technológiai színvonalon volt, a Skoda művek től vásárolták meg a legfejlett eszközöket, technológiákat, esztergogépeket, marógépeket, technológiai rendszereket, majd pedig ott a háború számára ugye ágyukat gyártottak. Nagyon korszerű épületrendszerbe, csodálatos épületekbe. Na most vége a háborúnak, a román hadsereg egészen felvonul Győrig. A román hadsereg győri felvonulásának nem az volt az indítéka, hogy ottan ők területet foglaljanak, hanem az ágyúgyár volt az egyik fontos kritérium. Sikerült az ágyúgyárat 3 hónap alatt leszerelni, a legfontosabb eszközeit elvinni, majd az hadisarcként elszállították. És ott maradtak ezek az épületek, és akkor a győri polgár azt mondta, hogy 1921-22-ben, hogy ezt hasznosítani kell, embargó volt, nem lehetett behozni Magyarországra textilipari termékeket, többen elmentek Lyonba, és Lyonba kiszeparált szövőgépeket vásároltak. És elkezdődött a győri textilipar izgalmas története. Fantasztikus, ez egy fantasztikus sztori, ugye fantasztikus dolog, hogy ugye a kreativitás, a új keresés, a kapcsolatok, az információk, az együttműködési dimenzióknak a felismerése és ennek adaptálása a gazdaságba, a technológiába, és a merészség, hogy merték ezeket meglépni. Új ipari területek alakulnak ki. Két terméket mutatnék be, ami ennél a korszak nekem emblematikus. Az egyik, ez a Botont harcjármű. Talán tetszettek hallani, ez egy 4 kerék meghajtású harcjármű volt, 1400 darabot állítottak elő a győri vagon és gépgyárban, és ez volt a legstrapabíróbb az orosz terepen. A legstrapabíróbb harcjármű volt. Érdekes módon én mindig ostorom városomat, nincs egy Botont harcjármű Győrbe. Tehát a gyerek, aki Győrben nő föl, nem láthatja ennek a város produktumának, szellemi produktumának, mert itten egy mérnöki teljesítmény, nagy mérnöki teljesítmény van mögötte, annak a produktumát, hogy hogy néz ki, 4 kerék meghajtás terepjáró. És a Bauhaus éve van, én Bauhausista vagyok, tehát Bauhauser, sajnos nem Bauhauser, hanem Bauhausista, ugye a Bauhauserek azok Pécsről származtak, de a Bauhaus, a vagongyár ugye egy Bauhaus stílusi, gyönyörű, hát bérpalotát épített magának a belvárosba, ahol még minden autentikus, tehát még minden eredeti, képzeljék el, még minden megmaradt úgy, ahogy annak idejében fölépítették. Tehát, hogy ugye a műszaki tudás és a modernitás, ugye ezeknek a folyamatai, ezeknek az együttélése jelen van a városban. A 48-tól 90 ez az iparváros, elkezdődik egy diversifikált gazdasági szerkezet a vagongyár mellett, különféle átalakulási folyamatokon megy át a vagongyár, hát ez a szokásos magyar ipari tervezés, ipari rendszer átalakítás, szervezet átalakítás, de megjelenik mellette nagyon dominánsan az élelmiszeripar, az élelmiszergazdaság, kekszgyár, győri keksz és ostyagyár, ez már történeti gyár volt, ugye a Köszlin, talán ismerik ezt a kifejezést, építőipar, Gyáév győri építőipari vállalat, ugye hatalmas gyárra alakul építőanyaggyártás, és elkezdődik ebben az időszakban az oktatás képzés. Érdekes módon a nagy innovátorra ennek az időszaknak ez az úr, úgy hívják, hogy Horváth Dede. Horváth Dede zseniális menedzser volt, tehát látik-e. Ő fel tudta ismerni a világ dolgait,
érezte, jó, volt mögötte politikát, minden volt, mindent rá lehet fogni, de működött a rendszer, és odahozta ugye a motorgyártást, a MAN licencet megvásárolták, oda tudta hozni Csepellel vetélkedve, meg tudta teremteni ezt, és az elindított egy teljesen új gyártási technológiai rendszert, új mérnöki tudásrendszert, a futóműgyártást is ugye rá tudta kapcsolni. Ez elindított egyfajta rendkívül erős prosperitást, hiszen a vagongyárban 20 ezer ember dolgozott. Volt olyan időszak, az egész Észak-Dunántúli térség gyárai, gépipari üzemei a vagongyárral kapcsolatban voltak, illetve eszközei. És ebben a kvázi munkásvárosban, erős munkásváros, ugye ez egy kommunista város, munkásváros, egyfajta ereje az akkori rezsimnek, egyszer csak 1979-ben odahozzák Markó Ivánt. Hogy miért? Hogy kinek jutott eszébe? Valakinek eszébe jutott, és odahozzák ezt a fiút, aki hát ott a Bezsár balettben ott táncolt, hazajött, és elment a balettintézetbe, és az egyik legjobb barátom, Bombisz Barbara, Orékkal összeállt, és elhozott egy balettosztályt, és Győrbe csináltak egy győri balettet. Ebben a kemény, szigorú, rigorózus párthierarchiában, meghatározó rendszerben egyik oldalról innoválódik Horváth Ede, ugye folyamatosan teszi ezt, másik oldalról meg egyszer csak kinyitnak a kultúra felé. Azért nyitnak ki a kultúra felé, mert akkor többen abban az időszakban azt mondták, hogy a gyárkémények füstje Győrbe eltakarja a kultúrát. Ugye, és erre volt egy ilyen reakció, hogy na hát akkor színházat építünk, akkor legyen egy színházi társulat, legyen itt Markó Iván. És Markó Iván elindít egyfajta kulturális pezsgést, a városnak egy új arculatát, egy új imázsát kezdi kialakítani, egyfajta szívóhatást gyakorol az értelmiségi körök felé. És hát eljutunk a rendszerváltozásig, aminek az izgalmai, az egész hát, értéke vagy értékrendje, két induló tényező van, az egyik 1993 az Audiolo települése. És a 1989, és ott ül az az asszony, aki ezt kitalálta, vagy legalábbis részt vett benne, itt pedig a Győri Ipari Park. Aki ezt generálta, fűzte őket, magyarázta nekik, mert nem nagyon akarták, de aztán ugye a példákkal a nemzetközi, hiszen Anikó volt ennek az egész ipari park szisztémának az egyik, hát hogy mondjam, közvetítője, lelkes anyja és támogatója, ma a Győr sikertörténete ebből következik. Hogy 250 cég tudott letelepülni, hogy bármikor találok zöld területet, hogy bármikor kooperálni tudok, hogy egyfajta ipari kultúrát tovább tudom vinni, nem a bezárt nagyvállalatba, ugye nem a bezárt Audiba, itt van az Audi, és hát egy gigantikus történet. Ugye mindig megkérdik, hogy mi van, hogyha elmegy? Hát mondom, ez nem fog elmenni, hát ez nem lehet csak úgy elmenni, ugye, ez nem lehet elvinni. Voltak példák a II. Világháborúban, hogy leszereltek gyárakat, volt erre példa, de az egy más történelmi szituáció. Ezt nem lehet leszerelni, ennek a gyárnak a itt léte, jelenléte, beépültsége, beágyazódása tartós. Épp most fog megjelenni egy könyvünk egyik volt doktoranduszommal, Együtt nagyok címmel, az Audi 25 éves története Győrbe. Nagyon érdekes, nagyon tanulságos történet, nagyon izgalmas történet. Egyáltalán egy nagy vállalat hogyan próbál a győri világba, gazdaságba, társadalomba, városi struktúrába beépülni, ennek milyen fogadókészségei, milyen anomáliai, ellentmondásai, függelmi viszonyai vannak, hát bízunk benne, hogy érdekes lesz. Ilyen mértékű feldolgozás még nem született erről a gyárról. De hát az Audi erről szól, az Audi tehát jelen van, és valójában elkezdődik egy nagyon izgalmas fejlődés. És ennek, mik ezek a fejlődésnek a sajátosságai? Ugye egyrészt az, hogy leírható és értelmezhető ez az innovációs millió. Tehát van egy innovációs milliója a város, van egy ilyen innovációs impulzus rendszer, ami állandóan új és új elemeket tesz. A tőke elemek súlyában a gazdasági tőke erős és domináns, meghatározó. Szóval nem lehet cicózni ott a gazdaság mindenek fölött áll Győrben.
A társadalmi tőkére, majd mutatok példát, a társadalmi tők egyre erősebb, tehát egyre jobb, magasabb a képzettség, egyre többen jönnek, egyre több igény jelenik meg e vonatkozásban. Ez a nagy gond, és a kreativitás miatt ez a kulturális tőke hiánya. A kulturális tők alacsony szintje, tehát a kulturális tőkének nincs egyfajta beágyazottsága a városba, hiába történnek meg kísérletek, ezt elnyomtuk, ezt leszorítottuk, mert nekünk fontos volt az, hogy mennyi legyen az iparüzési adó, fontos volt, hogy gyönyörű ipari parkunk legyen, de és ezt folyamatosan elnyomtuk, holott itt van, ebben a tőketartományban van, ugye, a jövő, itt vannak az inspirációk. És hát válságmentes övezet, ez egy nagyon fontos a kelet-közép-európai modernizáció, hát nézzék meg, a kelet-közép-európai modernizáció szinte minden helye válságövezet volt. Ugye? Válságövezet, kitörés, hosszú károk, hosszú leépülés, majd újra kiugrás, ugye vissza, ez egy válságmentes övezet volt, és ez a válságmentes övezet jelen volt. Nagyon érdekes, most egy kutatások az az új kötetben, amit szerkeztek, abba az egyik menyecske írt egy kiváló tanulmányt, a textilipar átalakulása. 18 ezer asszony dolgozott a textiliparban. És az egyszerűen eltűnt. Hát beépült a szolgáltatásba, beépült a új kapcsolódó vállalkozásokba, nem volt válság. Hát más városban, hogyha 2000 embernek nincs munkája, akkor óriási sikítozás. Ez kérem szépen 10 esztendő alatt 18 ezer asszony, kérem szépen átformálódott, beépült a gazdaságba, elkezdte a gazdaság más szektorait passzírozni. Ez egy nagyon nagy tanulság, nagyon izgalmas története épp a győri modernizációk. Nagy a szívóhatás, szívja a népességet folyamatosan, alakulnak a térbeli kapcsolatok, elkezdődött egy nagyon erős agglomerációs folyamat, tehát nem csak vonzás körzet épül, hanem egybenövés. Ugye egybenövése ennek a történetnek, ezt még a városi urak nem értik. Ezt kell nekem állandóan magyarázni, hogy a város és vidéke. Mondom, Erdei Ferenc 1937, le kell venni a polcot, el kell olvasni, kérem szépen, semmi gond. Mondtam, kötelező olvasmány volt neked a doktori képzésben, fiam, hát újra olvasd el. Na, olvasd, gondold, én nem tudsz meglenni nélkül, hát nem tudsz, hát 100 településből áramlik be a buszok. Ugye mondtam, mindig azt mondom, a doktor, menjetek ki az Audi parkolójába, és írjátok össze, hogy a buszok hova mennek. Ugye kész a vonzáskörzet kutatás, hát Zircig tart, egészen Celdömölkig, Vas megyébe benyúlik, ugye, átmegy Nagymegyerig, és átmegy Dunaszerdahelyig, hát ez egy óriási mozgási tér, óriási információs tér alakul ki a város körül. És hát a sikeres Győr, ugye a jövő Győrben épül, ugye ezt kitalálták, ezt a jó kis szlogent, ez egy jó ügyes szlogen, ez egy jó használatos történet, és hát jelzem a kulturális tőkét. Fussunk végig, még van időm? Van. Oh, szuper. A humán tőke elemeken. Nagyon érdekes ez. Én vizsgáltam a 5 magyar nagyvárost, most 8-at vizsgálok, most az egy másik történet, de itt nagyon jól lehet látni, ugye, hogy a vándorlási különbözetek mindig pozitívak Győrben. Mindig pozitívak Győrben, tehát Győr tulajdonképpen tudja hozni, a ezredfordulónál volt egy mélypont, de tudja hozni, kérem szépen, az egyenlegeit, tehát valójában ugye egy befogadó, bevándorló város vagyunk, átformálódik a város. Nagy gond. Új társadalmi rétegek, új igényrendszerek, új fogyasztási körök, új kulturális attitűdök, új életmódmodellek, új formációjú emberek jönnek ide. Voltak erre kísérletek például a 80-as, 90-es években, mikor Borsodról telepítettek a vagongyárba. Talán valaki hallotta, és ugye úgy hívták a gyárvékot, a borsodiak. És nem kommunikáltak vele a győri melósok, mert azok mások voltak. Most ezt természetesen higítja föl, most természetessé teszi ezt a fölhigulást, és hát ezeket a folyamatokat. Vagy nagyon izgalmas a társadalmi, a iskolázottság átrendeződése. Tessék megnézni, 20% a felsőfokú végzettségű a népességnek. Azért ez egy nagy szám. Tehát minden 5. győri polgár, kivel találkozom, annak egyeteme vagy főiskolája van. És minden 2. győri polgár, ha ezt a 2-t összeadom, érettségizett. Tehát neki másként jelenik meg elvileg az igénye. Másként gondolkodik, más relációkat lát, más tapasztalati
kultúrája van. Ez egy nagyon erős átrendeződés, egy nagyon erős társadalmi átalakulás. Azt üzenem mindenkinek, tessenek csináltatni rendszeresen szociológiai felmételt, mutassuk ki a város társadalmi szerkezetét, annak az alakulását, nézzük meg, hogy hogyan alakulnak az emberek, mit csinálnak, milyen iskolázottsággal, milyen kultúrával, hogyan fogadják be a várost. Most mit csináltunk Győrbe egy 3000-es mintát. Rendkívül tanulságos, nagyon izgalmas, nagyon érdekes és nagyon fontos a város tervezés szempontjából is. Ha mondtam a tervet, hogy terveztek itt mindenféle épületeket, öcsém, és azt mondom, honnan tudod, hogy mi az igény, nem? Hát tudjuk, mert a trend, de mondom, itt van, olvasd el, hogy mit akarnak a győri polgárok. Milyen igényük van a kultúrára, milyen igényük van a városhasználati módokra, a közlekedést, mit priorizálnak, és a többi, és a többi. Ugye itt van az agglomeráció, ez a erőteljes agglomeráció, ugye egy nagyon erős agglomeráció van a szigetközi zónában, de a város most már körbeülik. Ezek urbanizált települések, tehát egyre jobban urbanizálódnak. Ma már ott a mezőgazdasági, a hagyományos falusi életmódnak a nyomait sem tudjuk észrevenni. És hát a reklámhelye, ugye a humán erőforrások nagy bázisa a Széchenyi Egyetem. Nagy történet. Nagy történet. És két kötetben megírták. Nagy történet. Érdekes történet. Én egy 20 évet végigéltem benne. Hát majd én is megírom az önéletrajzomba ezt a történetet. Más aspektusokat fogok kiemelni, mint a jelenlegi diszkiadásban. Érdekes, hogy tud egy ilyen vidéki térben, egy vidéki nagyvárosban ez az egyetemi világ beépülni, integrálódni, hogy képes új értékeket tenni, és hát mennyire kell ehhez az idő. Az idő kell. Szóval nem úgy működik ez, hogy kitaláljuk az egyetemet. Nagyon fontos az idő, nagyon fontos az oktatók, azoknak a minősége, a professzorika, a példaértékek, a minták, a kutatás, egyáltalán a kommunikáció, az egyetem imázsának az alakítása, és a többi, és a többi. Hát ez egy külön szakma és külön történet. A gazdasági tőke, erről nem akarok hosszan beszélni, ez az a úgynevezett győri járműipari körzet, Győr központtal persze, hát mi lenne, ugye? Így álmodtuk meg. Itt lehet látni, hogy ebben a régióban olyan 4-4,5 millió személygépkocset, ez egy óriási tömeg, tehát a világ járműgyártásának a 15-20%-a így zajlik. Hát azért ez egy izgalmas tér, itt versenytér van, hölgyeim és uraim. Meg tetszik látni a Land Rovert? Itt ennyitra alsóba? Ugye? A Land Rover, kérem szépen, úgy elszippantotta Audital egy csomó embert, és a Suzuki-ból a szlovák munkásokat, mint a csoda. Mert 150 euróval többet fizettek. Nem véletlen volt most a sztrájk, meg ezek a bulik itt januárban. Hát kérem, itt óriási versenytér folyik a gyárakért, az összeszerelőüzemekért, de már a beszállító rendszerekért is, a beszállítói relációkért. Nagyon ki vannak téve ezek a beszállítók ennek a versenytérnek a hatására. A munkaerő fölértékelődik, a munkaerőnek más kvalitásai bukkannak föl, de ugyanakkor ez visszahat. Épp a kutatásaink nagyon jól bizonyították. Visszahat a közép- és kisvállalkozásokra egyik oldalról pozitívan, tehát megjelenik a szervezett, fegyelmezett munkás, és megjelenik a fegyelmezett, ugye, német tüntik rendszerben dolgozó munkaerő. Ugyanakkor ennek a munkaerőnek nagy része, hölgyeim és uraim, nem innovatív. Mert megvan a protokoll. Megvan a protokoll. És ez nagy gond. Amikor elmegy egy középvállalkozásba, és azt mondja neki a vezető, hogy uram, tessék szíves lenni, ezt meg ezt a feladatot önállóan megoldani, azt mondja, hol van a leírás? Azt mondja, nincs. Nincs leírás. Talált ki, öreg. Ugye, ez a nagyipari munkás, ugye, aki fegyelmezett, ott van, dolgozik, és óránként 5 percre elmegy cigarettázni, meg nem, de nem válik kreatívvá. És ez egy nagy dilemmája a győri gazdaság. Számtalan barátom mondja, hogy öregem, eljönnek az Aldiból, kiválóak, de nem képes egy feladatot önállóan, nekem kell elmagyarázni. Meg kell neki tanulni, mert betanulta ugye a nagy rendszereket. Rendkívül érdekes és izgalmas. Mutatok itt mindenféle adatokat. Nem érdekes, a lényeg az, hogy Győrnek azért elég szépek a,
de nem fért föl a társasági adó, mert hát olyan jelentős volumene volt, de hát az export aktivitása a gazdaságnak egy nagyon erős prosperitása van. Itt van az Audi, ez a gyár, tényleg a világ legnagyobb motorgyára, de tényleg szó szerint a legnagyobb motorgyár, 2 millió motorgyárt per év. Most már kezd esni, mert ugye bajok vannak. Dízellel bajok vannak, hallottuk a dízelbotrányt, hallottuk azt, hogy elektromotorok előjönnek, hallottuk azt, hogy az egész Audi rendszer ugye új típusú dimenziókban mozog, és hát itt van, mert azért ez egy hatalmas struktúra, ez a rendszer igenis készül a megújításra, tessék megnézni, 700 darab robot. 700 robot. Szóval ez egy félelmetes mennyiség. És itt a két robot, a kedvencem, az Ádám és Éva. Ezek a robotok a végszerelés stádiumában az ajtók beállítását mérik tízezred milliméter pontossággal. Eddig a melósok csinálták ezt. Aztán beállították Ádámot és Évát, és akkor elkezdték rugdosni, hogy menjetek innen, meg mit képzelsz, meg hát ne, hogy ez miért kell nekem, meg én be tudom állítani. Aztán amikor rájöttek, hogy ez a két robot ez átveszi az ő munkájukat, és neki több ideje marad más munkafolyamatokra, azóta ezt az imádják, ezt az Ádámot és Évát, ezt a két robotot, mert ugye minden precízen és pontosan végez, pontosan alakít. Egy új nagy beruházás, ez félelmetes. A logisztikai központ tetején egy hatalmas naperőmű épül föl. Azt mondják, hogy Közép-Európa, egy mások szerint Kelet-Közép-Európa legnagyobb naperőműve épül föl a logisztikai központnak. A tetején már elkezdték ennek az építését, úgy néz ki, hogy nem csak a gyárat, hanem a város energiaellátásában is fontos szerepe lesz ennek az erőműnek. Nem Audiról szól Győr, Győr nem az Audi, Győr a gazdasága. Ez a kiváló gazdaság, amiben nagyon sok szereplő jelen van. Például itt van Leyer úr, aki, egy pillanat, mindjárt megmutatom, azt majd amikor odaérek, megmutatom. Leyer úr egy burgenlandi befektetőm, hogy már itt a környék viszonyait mondjam. Ugye nagyon okosan megvásárolja a 90-es évek elején a kavicsbányákat, zseniális módon építőanyag alapján megvásárolja itt az egész régióban, majd pedig építőanyagokat gyárt, hát tudják én burkolatokat, és Leyer úr elkezd városfejlesztő lenni. És megmutatom, hogy mit fejleszt. Fantasztikus, fantasztikus. 83 éves, zseniális pofa, imádom, nagyon jókat tudunk beszélgetni, félelmetesen elkötelezett a városfejlesztésére, és olyan épületeket hoz rendbe, amire nem is gondoltunk volna, hogy ezeket rendbe lehet hozni. De más gyárak is, például a Graboplast, egy kiválóság, vagy a titkos gyár a Märklin. A Märklin az egy érdekes történet, volt egy lemezáru gyár, csináltak egy játéklemezeket, tudják, kis autót meg kell nyomni a fejét, nekem még voltan is szaladt. Talán emlékeznek gyerekeknek, igen, vonat is volt. Győrbe csinálták, megvette a Märklin ezt a gyárat 96-ban, ott elkezdték gyártani a Märklin játékokat, aztán kivitték Kínába, leépítették itt a termelést, és képzeljék el, visszahozták. Mert azt mondják, hogy a kínek nem tudnak rendes ilyen kis vasutakat gyártani. És visszahozták, és 600 emberrel dolgozik most, és itt csinálják a világ összes ilyen kis modellvasutat, félelmetes precizitással. Na, jó, hát ez az ipar, az ipari potenciál. A társadalmi kulturális tőke, mert ugye itt vannak a bajaink, hát kultúrás rendezvények, ez a barna, vagy ez a szürke Győr, ugye? Vagy itt van például a kultúrás látogatottság, tessék megnézni, ugye? Vagy mit tudom én, múzeumlátogatók. Hát nem éppen szeretnek ott egy múzeumba járni a győri népek, nem? Vagy nincs olyan múzeumi kínálat. Ugye? Ezek egyszerű statisztikák, színházlátogatás, azt szeretik, mert nagyon sok operett, meg ilyen musical, most nagyon divatosak ezek a, nem tudom én, aktuális. Az ugye jól működik. Holott hát a város kubatúrája, na ez a Leyer úr, amikor a volt vadászlaktanyát, majd a szovjet laktanya volt, csodálatos módon a város szívében, rendbe tette, és egy fantasztikus irodaközponttá, részben kulturális központtá is, lakótérré formálta, átalakította. Egy csoda. Ugye ez megint innováció, ez megint megy szét. Szomszédházakat rendbe kell tenni, nem?
mert nem lehet itten, nem lehet mellette. Ugye elkezdődik másként a közlekedés, az utca. Ezek nagyon-nagyon fontos város fejlesztő erők, ugye itt a kulturális kínálat, és hát valójában elkezdődött a turizmus érdekes, nagyon erős, ez hivatásturizmus. Ez hivatásturizmus. Tehát ez tulajdonképpen az üzletembereknek, az Audi az üzletemberi hivatásturizmus, a vendégészakák száma itt van, elég magas, ugye. Ez hivatásturizmus, tehát nem turisztikai, fogyasztó-turisztikai turizmus, hanem azért jön három napra, hogy szerelje a gyárat, vagy valami üzleti célba gondolkodjon. Na, mindjárt a végére jutok. Ó, kiváló. Hogy működik most a Győr? Így működik. Van a város, önkormányzat, van az egyetem, mint egy fontos szellemi központ, és van a gazdaság. De ide lehetne nagybetűkkel írni, elegáns voltam, hogy Audi. És tulajdonképpen az én szeretett rektoromnak, Szekeres Tamásnak három telefonszám volt a telefonjában, polgármester, az Audi, meg az enyém. De hát én csak a hátsó. Ezekkel az emberekkel beszélgetett, hetente. Ugye? És akkor megmondta, hogy na most egyeztetjünk. És akkor egyeztettek az Audi vezérigazgató, a polgármester úrral, nagyon jó volt ez a viszony. Nagyon jól működött ez a viszony. Mi tudták azt, hogy hova kell a forrásokat, ki pályáz, hogyan kell együttműködni. Ugye kialakult egy ilyen elitista fejlesztési rezsim. Ugye ezt úgy hívom én. Egy elitista, az elit dolgozott, néhányan még be tudtunk oda tuszkolódni, tudtunk tanácsokat adni, tudtunk rendszereket adni, meghallgatták, de valójában ez így működött. Ez nagyon jól működött. Sikeres volt. Sikeres volt. Azonban a világ változik. Változik a világ, mert most, hogy alternatívánk van, merre megyünk. És ezt elkezdtük magyarázni a uraknak, hogy valójában egy intelligens város, egy okos város, egy kreatív város felé megyünk, és elkezdünk a tudásokra, a tudásbázisokra építeni. Vagy azt mondjuk, hogy az ipari reneszánsz, ugye ez az újiparosítás, az ipari kiszolgáló rendszereknek az építése, beszállítói piramisok, láncok, együttműködési dimenziókat építjük, ennek megvannak az adottsága, vagy hagyjuk magunkat sodorni a történetekkel, és hát látjuk, hogy nagy kihívások előtt vannak ezek a nagy vállalatok. Minden nagy globális vállalat hatalmas kihívás előtt van, gondoljanak itt a Volkswagenre, ugye, ami a dízelbotránnyal kapcsolatos, gondoljanak az elektromos motorokra, az önvezető járművekre, de gondoljanak más nemzetközi nagyvállalatoknak a pozíciójára, gondoljanak az IKEA-nak a problémáira, vagy gondoljanak, hölgyeim és uraim, a Google problémáira, nem? Ezek a nagyvállalatok a fejlődésből, a szerveződésből, a rendszerükből következően konfliktusokba kerülnek. Miként lehet ezeket átalakítani, lokalizálni, megtalálni benne a megfelelő kapcsolatokat és kialakítani? Mi azt mondtuk, hogy menjünk ebbe az intelligens stratégia felé, azonban itt változtassuk meg a szereplői magatartásokat. Tehát mi egy progresszív fejlesztési rezsimet csináljunk. Mi a progresszív fejlesztési rezsim? Nagyon egyszerű, minden dolog egyszerű a világon, nagy dolgok. Csináljunk egy tudásteret. Ugye ne csak az egyetem legyen ebben a történetben, hanem mi legyen? Hát legyenek benne a középiskolák, legyenek benne azok a szereplők, akik formálják a szereplőket. Legyen egy olyan foglalkoztatási tér, foglalkoztatási paktumrendszer, amiben együttműködik a vállalat és az igényrendszer. Legyen egy minőségi, kulturális kínálat, amiben jól érzem magam, mint fogyasztó. Jelen vagyok, mint fogyasztó, és kiválóan tudok fogyasztani. Aztán a gazdaság ne csak a járműipari bázis szektorról szóljon. Ugye? Győr egyenlő Audi. Nem. Győr nem Audi. Győrben az Audi egy szereplő a sok között. A barátaim, a kisvállalkozók, a 60-70 embert foglalkoztató cégek, a feleségem patikája 12 emberrel, munkát ad neki az asszony. Kérem, munkát? Hát ez egy fontos szereplő, nem? Az 12 család. Bocsánat. Vagy a másik barátom, akinek 250 embert foglalkoztat, az már egy nagyon nagy vállalat. Ezek komoly, nagyon erős gazdasági szereplői egy városi létnek, ezeknek a szereplőknek az igényeit kell beépíteni a városi rendszerbe. Be kell építeni az ő innovációs igényeit, be kell építeni az ő telephelyi igényeit, be kell építeni az ő imázsát, ugye, a városi rendszerbe, tehát nem egy Audi autóval kell Győrt imázsolni, hanem
épp ezzel a sikeres vállalkozói világgal, és meg kell számára teremteni azt, hogy a gazdaságának az egész feltételrendszere, banktól kiszolgáló rendszere, biztosítás rendszere, stb. Ott helyben legyen. Most csinálunk egy vizsgálatot, még csak részeredmények vannak. 82 százezernél nagyobb kelet-közép-európai nagyvárosban nézzük, hogy hol vannak nemzetközi tanácsadó cégek. Hát Magyarországon, Budapesten kívül nem nagyon vannak nemzetközi tanácsadó cégek, akik mondjuk elmondják neked a marketing stratégiádba mondjuk annak a legjobb megoldását, vagy éppen olyan humán erőforrás stratégiát dolgoznak ki neked, ami a jövőt hordozza. Nincsenek ilyen szereplők, akikkel ezt kommunikálhatsz, holott erre igenis szükség van. A harmadik blokk a kormányzás. Tehát nem önkormányzat kell itt, jó, kormányozni kell. A kormányzás egy más történet. A kormányzás, a megértés, a befogadás, a tolerancia, ugyanakkor a vezénylés és irányítás rendszere, ugyanakkor az együttműködésre épülő célrendszer, ugyanakkor stratégiák sorozata, stratégiai elvek rendszere. A stratégia meg egy rohadt dolog, azon állandóan veszekedni kell, nem? Vitatkozni kell egy stratégián állandóan. Miért? Meg kell nézni, hogy vajon megvalósítottuk-e, vagy csak a fióknak készül. Mondtam, uraim, én nem írok semmi, olyat, amit beteszitek a fiókba, mi a fenének? Írja más. Nekem nem kell. Olyat írjunk, amit gondolkodtok, amit el is olvastok, amit megrágjátok, amit gyötrődtök, amit szenvedtek. Rendkívül fontos az együttműködési rezsimek, ugye, hogy hogy tudok együttműködni. Erre megvannak a momentumok, megvannak az elemek, megvannak a rendszerek, és nagyon fontos itt megint, ami itt van, ez a kettőnek egy nagyon fontos párhuzama vagy kapcsolata, a minőségi városi tér. Hogy te élvezd a városodat, szeresd a városodat. Megcsinálták Győrbe a Rábapartot, meg a Dunaparton ezt a sétányt, és egyszerűen él a város, mert az emberek oda mennek és sétálnak, és érzik a vizet. Érzik azt, hogy nekik ez másként élik meg a város. Én sétálok minden nap kutyámmal, és látom, hogy bicikliznek, jönnek, mennek, nevetnek, éleznek, a fiatalok ott ülnek a fűbe, és megélik a városi világot. Tehát ez egy csodálatos dolog. Hát erről szól egy városnak a működése, és akkor egy más típusú identitáson van. És hát végül ez. Ugye? Azt elfelejtették eddig, hogy vannak közösségek a városban. Ugye? Vannak közösségek, mi a legfontosabb? A nyilvánosság, a részvétel, az együttműködés, az autonóm közösségek. Mondtam most, nincs Győrben városszépítő egyesület. Értik? A sikeres modernizációs, nincs egy autonóm városszépítő, aki állandóan zaklatja a városi vezetést, hogy most ilyen tábla kell, most miért csúnyák a utcatáblák, most miért ezt a padot vettük, és miért nem a másikat, nem? Hát ez hajtja előre a történetet, ez zaklatja a fejlő, ez mutatja meg azt, hogy igen, hogy a közösség beépül. Vagy, ami nagyon izgalmas, hogy van egy nagyon erős új elit, félelmetesen erős, gazdag új elit. Hát Audi 6-os ottan azzal van kibélelve a jégszekrény is, ugye? Mindenkinek ott ilyen autója van. Nekem nem Toyotám van, én ragaszkodom. Tüntetek, ugye? De mondtam, ez értékteremtő legyen az elit. Ne az, hogy épp kultúrát támogass, állj a dolgok mellé. Nagyon érdekes, a kultúrának bizonyos metszeteit támogatja, ami a mostani mainstream kultúrának, a hivatalos kultúrának a momentuma. Például az egyházi kulturális, azokat igen. De már az, hogy mondjuk egy avantgard nyitottabb, mondok egy példát, volt egy nagyon izgalmas szoborparkja a városnak, ami ott döglött valahol, és azt most kimentettük egy raktárba, és az igazgatónő, a múzeum igazgatónője 4 millió vagy 5 millió forintba kerül a felújítás. Tehát nem egy vaszit, Nádler van benne, Fajó, tehát a legjobb magyar geometrikusok, kortárs művészek, csodálatos dolga, vagy 25 munka, és mondtuk, hogy telerakjuk az egyetemet vele, milyen jó néz ki. Hát nagy küzdelem folyik, hogy azt a 4 millió forintot. Értitek az ellentmondást, de akkor most a stációkat kellett fölépíteni a városba, az arra 25 millió, az gyorsan összejött. Világos? Tehát ez az elit még nem az az elit, amelyik
amelyik önálló, ez az elit még vezényelt elit. Ugye ez az elit még vezényelt. Neki még őnek megmondják, hogy mit kell, bekövenni a harangokat. Ugye hát jó, hát vegyük meg, hát szép az, de hát esetleg mást is meg lehet venni. Ugye mással is erősödik, gazdagszik. Tehát ez még egy, az elit világnak egy kezdeti stációja. És hát az identitás, a győriség története, ami izgalmas, és vége. Tehát egy progresszív fejlesztési rezsim. Ugye nekem ez a mániám, ugye, hogy egy progresszív fejlesztési rezsim, a jelenleg elitista, ez is izgalmas, ez is értékhordozó, de ennek meg kell változni, és egy kreatív platformok kellenek, és programok, kreatív tereket kell megadnunk, a tudás és a képzésszövetséget, és a város és környezet, és hát a beton helyett a tudás, a minőség, a városi tér és az innováció. Hölgyeim és uraim, ez lettem volna én. Köszönöm szépen.